Üdvözlöm Hello, mindannyiukat! I am Dr. Marco Marco Maiolino vagyok, Maiolino. It's a Olaszországból. pleasure to share this lecture with you. Of course, Minden everything was gondosan meg volt planned to tervezve, be held in the Budapesten amazing city of találkozhassunk the idén, amazing city of Budapest a Dental in World the Dental Congressuson, World Congress 2020 edition. de But of természetesen course, emiatt a because of this pandémia pandemic, miatt of the ezt el pandemic kellett, hogy bans, we have been forced halasszuk, held this módosítanunk congress kellett egy online online again. kongresszusra. So instead of doing the physical congress, especially for international speakers, we have Úgyhogy moved mindannyian here, better átköltöztünk known gyakorlatilag by ide erre Skype. az online platformra. So, coronavirus, okay, it is something that has changed our Koronavírus lives, not megváltoztatta everybody's, but mindannyiunk let's try to életét, see de próbáljuk meg what is good behind ennek coronavirus. az The előnyeit human rights látni. was, I see a lot of people that was Mindannyian running rohantunk az behind életünkkel, anything, okay, but the point is that sometimes és ez a vírus ráébresztett the minket arra, hogy possibility to lehet, hogy le stop kéne coronavirus lassítsunk is egy kicsit. not maybe a so huge problem. Like Robert Harry said once, to be free, to be happy, Robert Erin and idézetét to be láthatjuk, grateful, ahhoz, hogy boldogok és capability szabadok came legyünk, through sacrifice of many common fel kell, hogy problems of áldozzunk the egy csomó human race. túlértékelt dolgot. Always running our life, we often spend too much Sokszor time nagyon, with sokszor useless rengeteg things, időt töltünk and haszontalan dolgokkal, I és really nagyon hope that remélem, hogy this ez is egy the esély first az lesson. életünkben Don't arra, hogy stop megálljunk, and give again the és life a you may have lényeges from dolgokra someone else. koncentráljunk. Let's jump to Térjünk rá the most az előadás lecture tárgyára. with intros. In this lecture, I will share my experience A in vertikális industrial preparációról production. fogok ma I have been beszélni. working since 20 20 éve years, alkalmazom ezt and az I have been 10 years eljárást. working with horizontal preparation, and I've been working for 10 Előtte én years is with vertical válasan preparation. preparáltam. And I want to drive you in Szeretném what has bemutatni, mi happened történt in az my elmúlt case in the field évtizedekben, of vertical preparation, hogyan and why fejlődött ez az nowadays, eljárás. especially with the latest changes that have been made to the És field szeretném bemutatni az techniques, általam the vertical preparation protocol is a meghozott database of the best újításokat is a analytics vertikális for every different preparáció field terén. to put in your real daily practice. Három I will részre szeretném divide osztani the ezt az vertical előadást. preparation in Három three fázisra major osztanám az phases, the phase eljárást. one, the phase two, and the phase three. The phase one has been the commercial protocol, as was Az described első in the fázis 80s, I will az előadásnak, az repeat it here. gyakorlatilag az eredeti The technikáról first fog big szólni. evolution has been around 2010 with the BOPT technique 2010 of Ignacio Rivera. környékén BOPT, we mutatták first be a started to BOPT listen about technikát. aesthetic dentistry, really good aesthetic dentistry, even using classic material like porcelain fused to metal, applied to the field of vertical preparation. Now, I say with a Büszkén bit of pride that we have arrived to mondhatom, hogy vertical preparation elérkeztünk phase ma three, már a harmadik but in the fázishoz. original protocol, we have added other features that Kiegészítettük make az this eredeti technique technikát more interesting than különböző usual. In fact, finomságokkal. we, of the Tomorrow Tooth group, we have Ezt added a these három three main features to fő the original protocol, to the combination irányvonalat protocol. adtuk még az eredeti protokollhoz.